Indulunk Superbadira, egy órával előrébb hoztak minket. Nagy az öröm, így a töltés is nem lesz annyi, amennyit terveztem. Backstage-ben már nem fogunk tudni videózni, mert tilos. Majd talán a színpadról valaki, nővérem, vagy nem tudom. 4:11-kor barnítanak. Kimelsz itt is, ja. Azt jelzi, most nem látom, most nem basztam el. Polgár örök, nem lenne örök. Kötted a hét. Jövünk Superbody, zsíros formával, de kereken. Harc már nem sok van, már tényleg a finish baszott. Nincsen baj. Ja, nem, a melegségre gondoltam. Pont enni is tudsz, mert 96 vagyunk. Nagyszerű. Most tegyem meg a nagyon sósat, nem? 2 órával versenyel. Már simán mehet szerintem. Szerintem látszik is, hogy ez itt már ott. Haladjunk tovább egyenesen. Jó, bazd meg meg itt épület. Már parkolj, aha. Igen, itt már valóban parkolj le. 19 hely van még, az kúrva jó. Velünk látod, itt, három. Itt mutatják, látod? Ez, aha. Ez a jó. Aha. Nem úgy minden izébe. Kinyomom, jó? De mindegy, ne zárjuk, mert nyisd ki a hátulját a csomagot. Fogjam, Gabi, az üveget? Úgyhogy mondhatsz valamit. Jó. Ha kell a BMW-tüket is legyen. Majd megsérni. Na. Fordoztál. Leáldozom, bazd meg. Nálam is van, akkor odaadom mindet. Menjünk már. Micsoda, akkor oda a kecsi.
tizedik nézést ért el. A 105-ös rajtszámmal versenyző Sándor Bence. Hatodik nézést ért el. A 121-es rajtszámmal Kis Marci. Nagyon szép! Yeah, I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's Na azért mindjárt inkább ez jobban illik a shoulder. Az erőltetett mosolyás az nyilván fog. De akarom kérni. Jó éreztem. Nem izgultam meg semmi. Az a lényeg. Oda születtél, igaz? Hát ezek szerint nem, mert hatodiknak születtem. A És még nélkül ne vegyünk. Ja. És te melyet bujkálsz? Késő van már. Elkésünk a moziból. Már volt. És ma már nem adják többször. Viszont elmegyünk R70-be edzeni. Jó edzést. De már bicózunk, ti is jöttök ingyenes első alkalom. Jó edzést. Ezt miben edzek a bandon? Holnap nem kell edzeni. És miben edzek a bandon, Maci? Nem, a trikot a Bence. Ossza, kurva! Kicsit a tegnapi csalókaja. Behálózta az érrendszerem, geci. Most vettem észre. Mit csinált? Hát nézd meg a vádlim, meg a combom. Ja, Isteres, ne feküdj a hasamra, bazd meg, mert szétok el. Meg olyan rossz vagyok, mint a szar. Köszönöm, érdekes. Mi? Köszönöm, érdekes. Jó, volt is. Léci, mondj pár szót a tegnapi Superbody-ról. Jó volt. Csak egy bunda volt az egész.
Miért volt bunda? Mert olyan emberek nyertek, akik nem voltak izmos. Akkor sok értem van. Akkor van melyik jövőre én is. Fogyni kell izomból. Ja. Látszik időból az a baj, mennyire eres a lábam, de nézd meg a combom, mert így ez geci vicc. Kelljetek. Faszok. Hoppa. Igen. Na mi lesz, Marci, inkább azt mond? Hát nézd meg a combom, hogy kiéresedett. Meg a vádli, nézd. Haját. De csicska hagy. De ez mitől? Hát bazd meg a töltéstől. Örülsz? Kurva vicces, ja. Marcikán kieresedett. Bár a vádli annyira nem. Ez olyan vagy, mint kísérő. És jön olyan, mint a kis Marci. Na, az úgy. Na, mi legyen, akkor gumicukrozunk? Nem, állánk a golyózzunk. Létszi már, mert különben megve... Hallottad, te nem húzunk volna rendesen, még most is aludnak. Hogy ne, hogy most érnénk haza. Milyen mi jó, hogy nem. De amúgy tényleg jó, nem vagyok másnapos. Ha nem raktárba, hogy mentünk már lefele, hogy élveztük a bulit, mi? Már rendes nyomtuk, érted? Elszegy, hol az Adrián, bazd meg? Szóval, hogy ott állt kint csóró, mi? Ja, de pont már hívott is akkor. El voltak esen egy Adrián. Egy óráig nem kellett volna fölvenni, bazd meg, egy órát bújtunk. Ezt a kecsöget. Mi új barát? Röfejérek vagy, Erik. Ja, tényleg az vagy. Nem. Na, amúgy az a dolog, hogy ez mindenkinek megfordul a fejébe, de csak ő mondta. Mikor már ezekben voltunk, lettünk volna az ötkertben, már annyira nem volt kezdem, mert fúkizottam. Ne! Ne! És azt tudtam, hogy nem hagyjuk itt az Adrián térdőt. Pedig én sem akartam bevedni. Tényleg? Olyan is erültél neki? Ezt, hogy erültem, gondolom, hát fúkizottam. Jézus úristen, de durvaságok vannak itt. Zsírára nem vittem el az összes létező pénzemet. Hát én még szerintem többet költöttem, mint a bulisztunk volna. Nem ennyit kajálni, mint amennyit tegnap kajáltunk. Kétszer ennyit? De. Ma elmenni edzeni. Csak tehetél be úgy, nem? Ja, amúgy meg. Rosszul is lettem, Gecsi. Mit vártál amúgy akkor egy omorra megeszel 200 hektoliter chipset, meg 300 karton gumicukrot? Meg két Jack Lekvárt, bazd meg. 14 ezer zserbot. Meg 3 millió sajtburgert meg. Viszont a... Márlánk a golyó még mindig nincs a szánkba. Na, akkor jöhet egy kis chips nachos szósza. Ezt egyébként támogatnám, de nézzünk már valamit. Támogatnám. De mit akarsz nézni? Én nem indultál tegnap, ez a póz, ez jól áll. Nyújts ki az alsó kezed. Alsót. De így is jól lesz. Ez legyen benne légy. Mert mi indultam? Hát a száradás az annyira nem sikerült tegnap. Tegnap döntöttem el, hogy nem indulok. De igazából a bicepszem, hát az mondjuk megállta volna a helyét. Meg izmom is. De GP-ben nem? Nyilván. Kétségbe estél tegnap? Hogy? Hát amikor nem találtam semmilyen szórakozó helyet. Ja, nem, én úgy voltam el egy szarokra. Igen. Marci, még mindig aludnék meg, ha fölkelnék, mondom, elsőnök a kést, meg a köté jutna eszembe. Szerinted kétségbe voltam esve? Jó, azért buliztam is volna egyet, de csak egyet. Jaj. Akkor mondd el arról a véleményed. Miről? Hát a tegnapi eredményemről, eredménytelenségemről. Hát a tegnapi hatodik hely, hát figyelj, én úgy vagyok vele, hogy el vagyok keseredve, mert nem értem a dolgok miértjét. A harmadik helyezett az alatt, az talán partiban volt veled, meg az első helyezett. Legközelebb majd GP-be kell indulni aztán. Jövőre GP. Itt lepontozzák a legényeket azért, mert hogy nagyok. Túl nagyra nőtt szegényként. Akkor igazándiból jó. Jövőre elmegyek én nulla edzéssel, meg nulla kajával. Csontvékonyan. Azt akkor hát van esélyem. Na mindig. A Covin? Uh-huh.
Hát akkor könyveljük el, hogy jövőre a Superbadit Kecskés Erik fogja megnyerni. Hát a junior mindenki. Mert akkor össze meg kéne üzenni a leendő ellenfeleknek, hogy ne készüljenek. Most, ja, hát egy fasz kategóriába indult, hát Openbe kellett volna indult. Igen! Hát mert ott is indult egy-kettő. Nem, amúgy izébe. Nem is tudom, hol kellett volna indulnod. Klasszikban meg kevés volt, lettél volna idén. De épp ezt mondtam, bazd meg a versenyt, ja. Hogy ezek között nagy, a nagyok között meg akkor kicsit kisebb, akkor most mégis mi legyen? Ilyenkor mi legyen? Akasztás. Haza kell menni. mondjuk ahogy a mellizmot elnézem, megértem, hogy hatodik lettél csak, mert igazából akkora a két mellizmot, tehát a többi versenyzőn összesen volt annyi izom. Kivéve a harmadikon meg az első. Arról megkondi pár embert. Jó, de ki találtad? Szóval jó lett volna. Egy, kettő meg, hogy ez közös érdekel. Na jó van, hallod? Vagyom valaki sékel, Erik, vagy akkor a sékel, amiben be tudom baszkodni. Ekkora kap. Itt jó is, nem? És vágod. Mi van, menjünk már. Gondoltuk, ha már Pesten vagyunk, Superpedi véget ért, nem úgy sikerültek a dolgok, ahogy elterveztük. Szóval Marcinak elég jól sikerült a töltés. Gondoltuk, meglátogatunk egy termet, és edzünk egy jót.
Ez geci vagy egyébként. Erre így ümölcs meg a felejét sok érten. Fullos mix. Bontsuk meg! Videózzuk már azt, hogy megverem a barcit. A kassővet.